Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Napokban több millió idős honfitársunk olvashatja megdöbbenve egy levélben, hogy újra mit zagyvál nekik össze a magyar köztársaság miniszterelnöke. Nem elég, hogy ezekben a hónapokban szembe kell nézni a fideszes megszorításokkal az idős embereknek, alig tudják kifizetni a közüzemi számláikat, alig tudják kiváltani a gyógyszereiket, egyre kevesebb pénz jut az élelmiszerre, és most még ebben a levélben bolondnak is kívánják nézni őket. Orbán Viktor ebben a levélben garantálni akarja a nyugdíjak értékállóságát, annak ellenére, hogy az elmúlt évben 2%-kal csökkent a nyugdíjak vásárlóértéke. Azt mondja, a távfűtés, a víz, a csatorna és a villanydíjak nem emelkednek nagyobb értékben, mint a nyugdíjak emelése. Ehhez képest az elmúlt évben 6,2%-kal emelkedtek az élelmiszerárak, a cukor 44, a liszt 33, az étolaj 20, a kenyér 12, a tej 11, a csatornadíj több mint 10%-kal, a szemétszállítás 6,3, a vízdíj 4,3, és az üzemanyagok ára pedig 13,8%-kal emelkedett. Felháborító az is, hogy félkész levelet küldtek a nyugdíjasoknak, félkész levelet annak ellenére, hogy ők fizetik, hiszen azt a 170 millió forintos költséget, amit ez a levél jelentett, azt a nyugdíjkasszából fizették ki. Annak ellenére, hogy önök azt mondták, a nyugdíjkasszából csak nyugdíjat, nyugdíjat pedig csak a nyugdíjkasszából fizetnek. Az a kérdés, hogy akkor ezt a 170 milliót miért a nyugdíjasok pénzéből fizették ki. De nézzük, hogy miért félkész ez a levél, mi maradt ki ebből a levélből. Beleírhatták volna ebbe a levélbe, hogy nem a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számolták ki ebben az évben a nyugdíj kiegészítést, ezért aztán 1,1% helyett csak 0,6% lett a kiegészítés. Ez ebben az évben 15 milliárdos spórolást jelent a nyugdíjasokon, a jövő évben pedig, ha így marad, akkor 30 milliárdos spórolást jelent a nyugdíjasokon. Bele kellett volna írni a levélbe, hogy akkor veheti el a kormány az özvegyi nyugdíjat, amikor akarja, hiszen önök az új alaptörvénybe kimondták, hogy ez nem nyugdíjszerű ellátás, innentől kezdve nem kötelező adni, csak adható. Igaz, hogy most azt mondják, hogy nem fogják elvenni, de azt is mondták, hogy mindenki jól jár az adórendszerrel, hogy nem hívják vissza az IMF-et, és egyéb ilyen állításaik is voltak, amit látjuk, hogy ez nem igaz. Elveszik a rokonnyugdíjasok jogosultságát, nagyjából 190 ezer embertől veszik el 2012-ben, ezt is elfelejtették beleírni a levélbe. Azt is elfelejtették a levélbe beleírni, hogy a Szél Kálmán tervben 2012-re 93 milliárd, 2013-ra pedig 129 milliárd adó kiadás csökkentést reméltek a nyugdíjrendszer reformjából. Ez sincs benne ebben a levélben. Az sincs benne a levélben, hogy az alaptörvény átmeneti rendelkezéseiről szóló javaslatban benne van, hogy 2012. december 31-ig csökkenteni, elvenni vagy feltételhez lehet kötni a nyugdíjak folyósítását. Ezt is elfelejtették megírni a nyugdíjasoknak. Azt is elfelejtették megírni a nyugdíjasoknak, hogy attól független, hogy azt ígérték, hogy a korengedményes, korkedvezményes és szolgálati nyugdíjakat nem veszik el, később azt ígérték, hogy csak a rendőröktől és a katonáktól veszik el, most mindenkitől elveszik. Hiába mondta Lázár képviselő úr május 16-án, hogy csak a rendőrökre vonatkozik a javaslat, de nem vonatkozik a bányászokra, vonatkozik a határőrökre, de nem vonatkozik a vegyészekre. Láthatóan hazudtak, mindenkitől elveszik ezt a nyugdíjat. Egyébként nem most írtak először levelet a nyugdíjasoknak, Schmidt Pál úr már 2006-ban írt egy levelet a nyugdíjasoknak, amiben a 14. havi nyugdíj bevezetését ígérte. Mint mondta, a 14. havi nyugdíj bevezetése lehetséges, mert az új munkahelyek teremtésével növelni fogják a nyugdíjjárulékot, és önöknek nem lesznek luxus kiadásaik is. Én azt gondolom, hogy ez nem nagyon jött össze, de aztán 2010-ben megint írt egy levelet Schmidt Pál a nyugdíjasoknak, és akkor pedig garancia levélben vállalta, hogy mindenki, aki ma nyugdíjat kap a jövőben is hiánytalanul meg fogja kapni, csak azt nem írta meg, hogy mennyit. Orbán Viktor a nemzeti konzultáció idején is írt még egy levelet a nyugdíjasoknak, mindenben kikérte az ő véleményüket, nagyon sok kérdést tett föl, csupán azért, hogy utána teljes mértékben figyelmen kívül hagyja azt, amit a nyugdíjasok neki írtak. Szóval sok levelet írtak önök már a nyugdíjasoknak, írt Schmidt Pál, írt Orbán Viktor és még sokan. Egyetlen egy fontos levelet nem írtak még meg, a lemondó levelüket nem írták meg, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek éppen ideje lenne, és hogyha ezt megírnák, higgyék el, sokkal nagyobb örömmel vennék a címzettek, mint ezt az összeset. Köszönöm szépen!